Dicsőséges Urunk Jézus Krisztus, köszönjük az új napot, köszönjük a testvéri közösséget, köszönjük, amit már ma a Te igédből megérthettünk, és köszönjük, hogy reménységgel kérhettük most tőled, hogy nevelj igaz hitben és munkás szeretetben mindnyájunkat. Áldunk Téged a mustármag törvényéért, köszönjük, hogy kicsiny kezdetből Te nagy és dicsőséges folytatást tudsz nevelni. Így neveljed és növeljed kegyelmesen a mi hitünket is. Kérünk Téged, hogy amit a Te dicsőséges második eljöveteledre nézve ígértél, hadd értsük és higgyük jobban, és tudjunk Téged készen válni. Hogyha minket is váratlanul él majd az, ne találjon készületlenül. Amen. Az utolsó előadásunk címe az utolsó idők. Mit tanított az Úr Jézus az ő dicsőséges második eljöveteléről? Nem feltétlenül helyes, ha azt mondjuk, hogy ő visszajön, mert hisszük, hogy itt van. Megígérte, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Mennybe menetelekor nem kiment ebből a világból, csak visszalépett a láthatatlan világba, ahonnan a testetöltéskor idejött. De a láthatatlan világ itt van együtt ezzel a láthatóval, úgyhogy ez nem valami kegyeskedő túlzás, hogy itt van Isten köztünk, jeltek őt imádni, hanem az ő ígéretének a komolyan vétele. Ő maga mondta, hogy ahol csak ketten vagy hárman is az ő nevébe jönnek össze, ott van közöttük. Tehát ő nem visszajön majd valahonnan, hanem ismét megjelenik látható formában, hogy minden szem meglássa őt. Olyan kedves az a jelenet a Cselekedetek egyben, amikor a felhő eltakarta őt, tehát nem fölszállt valahova, hanem egy felhő eltakarta, nem látták többé, és nem is fogjuk látni semmilyen formában, csak ha majd eljön másodszor is. Akkor az angyalok azt mondták a tanítványoknak, hogy mit álltok itt nézve a mennybe. Az a Jézus, aki most elment tőletek a mennybe, ugyanígy jön majd ismét vissza, és meglátjátok őt. Sőt, ezt az ígéretet is olvassuk, hogy minden szem meglátja őt. Azok is, akik által szegezték, azok is, akik ma sem hisznek benne, sőt, tagadják őt, egy pillanatra meglátják majd, hogy ő az, akiben hihettek volna, de most már nincs arra lehetőség. Azok viszont, akik hiszünk benne, nem megpillantani fogjuk, hanem ott egy másik görög szó van, a teoreo, ami azt jelenti, hogy tartósan, hosszasan, mindvégig nézni. Meglátjuk őt, amint van, és mindörökké vele leszünk. Ez a mi nagy reménységünk. Jézusnak tehát két eljöveteléről beszél a Szentírás, és az ő két eljövetele tagolja a világ történelmet szakaszokra. Mert a történelemnek van kezdete, ugye? Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. Aztán eljött az idők teljessége, amikor kibocsátotta Isten az ő fiát, aki asszonytól lett. Galata 4-ben olvasunk erről, ez egy cezúra, ez egy szakaszt már oszt a kezdettől az idők teljességéig. Azután, mikor visszament Jézus a mennybe, akkor megígérte, hogy ismét eljön majd nagy hatalommal és dicsőséggel. Most ebben a korszakban vagyunk, várjuk az ő második eljövetelét, és az ő második eljövetele után már nem egy újabb szakasz következik, hanem ahogy a méltamban mondják, egy félegyenes, aminek kezdete van, de vége nincs. Akkor kezdődik egy új nagy világkorszak, az örökké valóság. Az első az a törvény korszaka volt, a kezdettől Krisztus testetöltéséig, mi most a kegyelem korszakában élünk, és utána kezdődik az új ég és az új föld. Erre nézve tehát egészen pontos
és konkrét dolgokat tanít a Szentírás, csak nem olyan részletekbe menően, ahogyan a mi kíváncsiságunk néha szeretné. Ezt csak most zárójelben jegyzem meg, mert nem árt, ha megjegyezzük, hogy ez mutatja, hogy a Biblia időszemlélete az vonalszerű, lineáris, és nem az örök körforgás, tehát nem egy kerékhez hasonlítja a Biblia az időt, hogy mindig minden visszatér, aztán kezdődik előről, hanem van kezdetük a dolgoknak, vannak szakaszok, és van célja, ahova megérkezik, és utána az örökké valóság. Ez azért fontos, mert ez is ellene szól annak a pogány tanításnak, amit újraszületésnek vagy reinkarnációnak szoktak nevezni, hogy az embernek sok élete van, attól függően, hogy hogyan élek, ha hitvány ember vagyok, akkor esetleg egy állat életében élem újra az életemet, aztán ha derekasan élek, akkor egyre gazdagabb emberként kapok újabb és újabb életeket. A Biblia tiltakozik a reinkarnáció tana ellen, nekünk egy életet adott Isten, a születésünktől a meghalásunkig, és ez az egy élet lehetőség arra, hogy átmenjünk a halálból az életbe, a hitetlenségből az élő hitbe, a bűnből a Krisztusba. Zárójel bezárva. És a Krisztus második visszajövetelével kapcsolatban néhány kérdés foglalkoztatja az embereket, szinte mindig ugyanezeket a kérdéseket teszik föl. A leggyakrabban az, hogy mikor jön vissza, azután az, hogy hogyan és miért. Mit nem tudott elvégezni, amikor itt volt? Miért kell ismét eljönnie? A mikor az a tanítványokat is izgatta, kétszer is megkérdezték Jézustól, és erre nézve ő egészen pontos választ adott. Ha volt még időnk elolvasni a Máté 24-et, akkor olvashattuk benne a 36. verset is. Azt a napot viszont, vagy azt az órát senki sem tudja. Sem az ég angyalai, sem a fiú, hanem csak az atya egyedül. Ekkor jön vissza. Azt a napot és órát senki sem tudja. Úgyhogy senki ne is kezdje kiszámítgatni. Mert ez a mániánk, hogy mi azért mégiscsak megpróbáljuk kiszámítani, hiszen olyan sok számadat van a Bibliában. Különösen a Dániel könyvében, meg a Jelenések könyvében. Adjuk össze, vonjuk, kiszorozzuk össze, osszuk el, és majd mi mégis megmondjuk. Vannak olyan szekták, amik erre specializálódtak, ebből két alkalommal súlyos tragédiák is történtek. 1700, nem tudom hány, november 27-ére kiszámították, hogy akkor jön vissza Jézus. Az Egyesült Államokban többen készültek erre, olyan hirdetések jelentek meg, hogy nálam készítesse el fehér ruháját az Úr visszajövetelére. Még a helyét is megmondták, hogy melyik hegyen jön vissza, és több ezer ember kivonult oda, és miután nem jött vissza, többen ebbe belezavarodtak, idegösszeroppanást kaptak, és csalódtak a hitükben. Nem Istenben és az ő ígéreteiben csalódtak, mert az ő ígérete így hangzik, hogy azt a napot és órát senki sem tudja. Csak az atya egyedül. Aki mégis ki akarja számítani, az biztos, hogy csalódni fog. De nem az igében, hanem a saját butaságában. Úgyhogy nem kell lesz számítgatni, viszont ha valamiről egészen bizonyosan tudjuk, hogy bekövetkezik, és minket is érint, de nem tudjuk, hogy mikor következik be, akkor az egyetlen értelmes magatartás az, hogy most fölkészülök erre a találkozásra. Ezért biztat minket Jézus is, aztán több helyen az ige, Péter apostol különösen is a második levelében, hogy emberek, ne halogassátok, most készüljetek föl. Mert az, hogy azt mondják némelyek, hogy mivel régóta nem teljesedett be az ígérete, most már nem is teljesedik be, ez butaság. Hát ez miért indokolja azt, hogy nem fog beteljesedni, azért, mert eddig nem teljesedett be. Csak készüljetek föl most. Hogy majd, ha jön, készen legyünk. Jézus többször említi ezt a példázatot, ami különös lehet, hogy ő úgy jön vissza, mint a tolvaj. Nem lopni jön vissza, ebben a példázatban csak ez a hangsúlyos, hogy a tolvaj nem szokta bejelenteni,
hogy érkezem 0:30-kor. Mert, mondja Jézus, akkor a gazda vigyázna és nem engedné, hogy betörjön. Tehát meglepetésszerűen, váratlanul jön vissza, ezért kell nekünk mindig készen lennünk. Péter a második levele harmadik részében, végig egy hosszú fejezetben erről ír, akartam javasolni azt is, de olyan rövid ez a fél óra, hogy nem fér bele sok ige tanulmányozása, és ott olyan kedvesen mondja, hogy az ilyen butaságot engedjétek el a fületek mellett, hogy most már biztos nem jön vissza, mert eddig nem jött vissza. Hát ez nem is értelmes, nem is logikus, és egyáltalán nem élv, hanem mit gondoltok mégis, miért késik az Úr? Mert azt akarja, hogy minél többen átmenjenek a halálból az életbe. Még emögött is az ő jósága, kegyelme, türelme van. Áldjátok őt azért, hogy késik, miközben kérjük azt, hogy jövel Uram Jézus, és vess véget ennek a fokozódó sok gonoszságnak. Nem tudjuk tehát, hogy mikor jön vissza, de. És itt Jézus felsorol az említett 24. részben sok-sok előjelet, amik arra figyelmeztetnek, hogy el ne felejtsétek, hogy hamarosan visszajön. Most nem akarom ezeket részletezni, inkább csak a csoportjaikat említem meg. Ugye mindenek előtt említi Jézus, hogy hamis Krisztusok támadnak, akik azt mondják, hogy én vagyok a Krisztus. Pillanatnyilag 10 ilyen szélhámos van a világon, akikről tudunk is, akik azt mondják, hogy ők a Krisztus. Közülük az egyik az, aki többször is megtisztelte már kicsiny hazánkat, és dobogókön tartottak nagy kongresszust, ez a bizonyos Moon, ez a koreai származású amerikai milliárdos, akinek lettek is hívei Magyarországon is, Moon úgy írja a nevét, aki azt mondja, hogy Krisztus nem tudta bevégezni a váltságot, amikor itt járt a Földön, és ő van hivatva arra, hogy ezt befejezze. Aki hozzá csatlakozik, az első, hogy minden ingó és ingatlan vagyonát át kell adnia ő neki, és így folytatódik tovább a dolog, úgyhogy ami így kezdődik, arról kár is tovább beszélni. De sajnos két közvetlen egyetemista ismerősöm is van, akiket teljesen megszédített. Megtiltja nekik, hogy a családjukkal a továbbiakban érintkezzenek, egy teljes kiszolgáltatottság és diktatúra van ott. Egyébként ő az, aki nem egy párt szokott esketni, hanem akkor van esküvő, ha több száz párnak az esküvője van, amely párokat ő adott össze. Tehát ő szemelte ki, hogy neked ő lesz a feleséged, ekkor lesz az esküvő, és ha már elég sokan vannak, akkor egy nagy monster esküvőt tart. Nem erről kell tovább beszélni, mi inkább Jézusról beszéljünk. Csak figyelmeztet Jézus, hogy lesznek ilyenek, akik azt mondják szemebben és nélkül, hogy én vagyok a Krisztus. Ne higgyetek nekik, ne menjetek utánuk, mondja Jézus. Aztán lesznek háborúk és földrengések. Erre azt szokták mondani, hogy mindig voltak háborúk és földrengések. Igen ám, csak aki ismeri ezeknek a történetét részletesen, az tudja, hogy mindkettőre érvényes, hogy a számuk is és a pusztító erejük is fokozódik. Fölfelé megy a grafikon, mind a háborúk, mind a földrengések szempontjából, de most nem mondom, hogy hány egész hány tized a Richter skálán, stb. De sajnos ez megfigyelhető, hogy egyre gyakoribbak és egyre pusztítóbb erejűek. Azután azt mondja, hogy üldözni fogják a benne hívőket, sőt, megölik őket. Erről is keveset tudunk ám, testvérek, hogy évente több százezer hívő testvérünk életét kioltják, csak azért, mert keresztjének. A tavaly előtti számot tudom, 167 ezer vértanúról tudunk, és ki tudja, hogy hánynak kellett még az életével fizetnie, akikről nem tudunk. A világ különböző tájain. Nagyon komoly és bizonyos országokban egyre fokozódó keresztjén üldözések vannak. Kínában, Indonéziában rengeteg keresztjén van börtönökben, és nagyon sokan pusztulnak el ott. Az utóbbi időben engem Isten lelke egyre gyakrabban indít arra, hogy a csöndes, magányos imádságaimban buzgón könyörögjek az üldözött testvéreimért.
mert ha más a bőr színe, és sose találkoztunk, akkor is testvérünk a Krisztusban. És mi itt nagy kényelemben tartunk csendes heteket, és örülünk annak, ha otthon megtartjuk a csendes fél óránkat, vagy csendes 10 percünket, ők meg évekig igen nélkül, közösség nélkül, kínosztatás között börtönökben vannak, csak azért, mert Jézus Krisztust vallják megváltójuknak, és Isten fiának vallják őt. De ez is fokozódik sajnos, úgy, ahogy az Jézus megmondta. A hamis profétákról nem is kell beszélni, tele van az ország is velük. Félelmes, ahogy tapasztaljuk ezt, hogy a gonoszság megnő, és a szeretet meghidegedik. Még nincsen fél évszázada annak, hogy én a lelkészi szolgálatot végezhetem, de ez alatt a néhány évtized alatt is rohamosan nő az erre vonatkozó tapasztalatom a lelki gondozásban, hogy hihetetlenül nő a gonoszság, az erőszak a legkisebbekben már, és a szeretet a legszeretetteljesebb kapcsolatokban, hogy hidegedik meg házasságban, szülő-gyerek kapcsolatban, stb. De azt mondja Jézus, hogy ez még mind csak figyelmeztető jel. Figyeljetek oda rájuk, hogy frissen maradjon bennetek a Krisztus várása, de ez még nem azt jelenti, hogy most azonnal visszajön. Egy valami van, ami arra utal, amikor az evangélium az egész világon hirdettetik, bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég, mondja Jézus a 14. versben. És ehhez is nagyon közel vagyunk. 3 olyan nagy rádióadó van, amelyik elméletileg beszólja az egész lakott földet. Mégpedig napi 24 órában, fél óránként más nyelven hangzik az evangélium, napi 48 igehirdetés, elvileg már mindenki hallhatná, csak hát nincs mindenkinél vevőkészülék, hogy ezt hallja is. Ehhez is nagyon közel vagyunk. Ezt is úgy fogalmazta meg az Úr Jézus, hogy ennek alapján se lehet kiszámítanunk, hogy na akkor, ha még egy negyediket építenek, akkor holnap után biztos visszajön. Hagyjuk abba a számítgatásokat, a fölkészülést ne hagyjuk abba. Tehát ezeket mondja, mint figyelmeztető jeleket, és olyan kedvesen kezdi azzal, hogy amikor a rügyek megduzzadnak, és a fügefa kifakad, akkor nagy okosan azt mondjátok, hogy itt a tavasz, és közel van a nyár. Hát ha ezeket a jeleket látjátok, ebből nem tudjátok megállapítani, hogy nagyon közeledik az ő visszajövetele. Egyébként azt hiszem, hogy ebben az esetben ilyen ostoba banalitást is szabad mondanunk, hogy vegyük komolyan, hogy minden nappal közelebb jutunk az ő dicsőséges eljöveteléhez. Ennél egyszerűbb figyelmeztetést nem lehetne mondani. Ez a válasz arra, hogy mikor. Nem tudjuk, hogy mikor, de figyelmeztető jelek vannak. A másik kérdés az, hogy hogyan jön majd vissza. Ugye a tanítványok azért kérdezték ezt, mert féltek, hogy kimaradnak ebből a nagy eseményből. Hogy mégis hogy lesz a te visszajöveteled, ott puhatolóznak kétszer is Jézusnál. És az ő tanításából kiderül, hogy váratlanul jön vissza, feltűnően jön vissza. Azt olvassuk a 27. versben, ahogyan a villámlás keletről támad és ellátszik nyugatig, úgy lesz az ember fiának eljövetele. Nem lehet észre nem venni. Muszáj észrevenni. Ha nyáron este villámlik, és becsukjuk a szemünket, csukott szemmel is látja az ember a villámot. Úgyhogy ez feltűnő lesz az ő visszajövetele, és harmadszor azt mondja, hogy nagy hatalommal és dicsőséggel. Az első eljövetele alázatban és gyalázatban történt, egy birkaistállóban, a második eljövetele úgy, hogy feltűnik az ember fiának jele az égen, mindenki meglátja, meglátják őt eljönni az ég felhőin nagy hatalommal és dicsőséggel. Ez a 30. vers. Másodszor tehát úgy jelenik meg, ahogyan ül az Atya Istennek jobbján, a maga teljes isteni dicsőségében, mint Úr, mint emberfia, gondoljunk a Dániel 7.12-re, mint a világ ítélő bírája. Így jelenik meg. És miért jön vissza? Ezért. Honnan jön el ítélni élőket és holtakat? Mert lesz ítélet.
A zsidókhoz írt levél 9. részének a 27. versét szoktuk idézgetni, hogy elvégzett dolog, hogy az emberek egyszer meghalnak, és utána az ítélet. Mert Isten szeretetéből nem az következik, hogy a bűnt büntetlenül hagyja, hanem az, hogy a megbánt bűnt megbocsátja. Ez az Isten szeretete. Nem az, hogy következmények nélkül lehet vétkezni. Lesz tehát ítélet, de, és itt megint hadd hivatkozzam még egyszer a Heidelbergi kátéra, amelyikben azt olvassuk, hogy hogyan várod vissza a ti ítélő bírálat, azt mondja, hogy felemelt fővel, és azzal a bizalommal, hogy az fog engem megítélni, aki előbb helyettem Isten ítélőszéke elé állt, és él rólam minden kárhoztatás levett. Ezt a bírót várjuk vissza. Mi már ismerjük azt, aki a bírói székbe beül. Ráadásul mi hisszük, hogy a hívők már nem mennek ítéletre, mert megítéltettek az ő bűneik a kereszten, és aki ezt hiszi, az átment a halálból az életbe. János 5.24-25. Tehát ítéletre jön vissza, de nekünk nem kell rettegnünk ettől az ítélettől, sem a bírótól, mert az a bíró, aki előbb vádlottként odaállt helyettünk az Isten ítélőszéke elé. Ennyit a három kérdésről, hogy mikor, hogyan és miért jön vissza Jézus. Mindig kísértette a keresztény teológusokat is, hogy kidolgozzák az utolsó idők menetrendjét. Tehát, hogy azok az események, amikről a Szentírásban elszóltan olvasunk, milyen sorrendben fognak bekövetkezni. És ezen képesek egymás haját tépve vitatkozni, aminek szerény véleményem szerint megint semmi értelme nincs. Mi tudhatjuk, hogy milyen események következnek be majd. Azok minket már nem érintenek olyan értelemben, hogy mi átmentünk a halálból az életbe, nekünk helyet készített a mi Urunk az atyai házban, tehát bármi történik, az ránk már ártó hatással nem lehet. Persze, hogy jó tudni, hogy mire készüljünk el, mi vár ránk, és mit várjunk, de hogy pontosan melyik lesz előbb, meg utóbb, ennek olyan túl sok értelme nincsen. Úgyhogy én a legáltalánosabban elfogadott, vagy a Biblia leírásából legkönnyebben kihámozható sorrendet mondom el, aztán lehet, hogy másként lesz, de hogy mi lesz, azt tudhatjuk. Csak a négy legfontosabbat említem. Jézus ebben a beszédében is szól egy bizonyos nagy nyomorúságról. A 21. versben olvastuk ezt, mert olyan nagy nyomorúság lesz akkor, amilyen nem volt a világ kezdete óta mostanig, és nem is lesz soha. Ha nem rövidülnének meg azok a napok, nem menekülne meg egyetlen halandó sem, de a választottakért megrövidülnek azok a napok. Nem tudjuk pontosan, hogy mi lesz ez a nagy nyomorúság, de megint csak hadd hivatkozzam a magam szerény lelkigondozói tapasztalatára. Évről évre bonyolultabb és megoldhatatlanabb emberi nyomorúságokkal kell találkozni. Úgy összekuszálódik emberek élete, hogy arra tényleg nincs megoldás. Emberileg semmiképpen. Csak az Isten hatalma és szeretete adhat belőle szabadulást. És ez nyilvánvalóan fokozódik. De nem mondom a többi példát. A nagy nyomorúságot jelentheti az is, hogy egyszerűen lehetetlenné tesszük, hogy igazán emberi életet lehessen élni. Hogy tiszta vizet lehessen inni, hogy méregmentes ételt lehessen vásárolni és enni, és így tovább, de most ezeket se sorolom. Jézus beszél egy nagy nyomorúságról, aminek a csúcsa az lesz, hogy megjelenik az Antikrisztus. Az Antikrisztus egy olyan személy lesz a Biblia leírása szerint, akiben összpontosul minden gonoszság, és hatalma lesz ahhoz,
hogy ezt a gonoszságot az emberek kárára érvényesítse is. A Tesszalonikai levélben Pál apostol őt nevezi a bűn emberének, aki beül az Isten templomába, és Isten gyanánt mutogatja magát. Nem tudjuk, hogy ki lesz, nem tudjuk, hogy mikor jelenik meg, de tudunk arról, hogy lesz ilyen. A másik esemény az úgynevezett ezer éves birodalom. Tudnélik az, hogy Krisztus királysága egy időre a maga tisztaságában megvalósul a földön. Amikor a sátán megkötöztetik, még nem vettetett az égő kénköves tóba, még utána eloldatik, és még sokkát okozhat, de erre az időre megkötöztetik. Erről egyetlen helyen van szó a Bibliában, a Jelenések könyve 20. részének az első 6 versében. Néhány mondatot olvasok ebből. Láttam, hogy egy angyal leszállt a mennyből, az alvilág kulcsa nála volt, és egy nagy lánc a kezében. Megragadta a sárkányt, az ősi kígyót, aki az ördög és a sátán, megkötözte ezer esztendőre. Levetette a mélységbe, bezárta, és pecsétettet rá, hogy meg ne tévessze többé a népeket, amíg el nem telik az ezer esztendő. Azután el kell oldoztatnia majd egy kis időre. Jelenések 20. 20-ban van ez. Először is nem tudjuk, hogy ez az ezer esztendő abszolút szám-e. Tehát azt jelenti, hogy 1000x365 nap. Mert éppen a Péter levelében olvassuk, hogy az Úr előtt ezer esztendő annyi, mint egy nap, és egy nap, mint ezer esztendő. Lehet, hogy tényleg ezer év lesz, nem tudjuk. Ez a becsületes válasz, hogy nem tudjuk. Azt sem tudjuk, legalábbis nagyon nehéz lenne kihámozni, hogy mikor lesz. Hogy a nagy nyomorúság előtt, vagy után, valószínűleg utána. És hogy a feltámadáshoz viszonyítva is hogyan lesz, késhegyen menő harcok folynak teológusok között. Éppen 2 hete volt egy lelkész konferenciánk, és valaki ott tartott erről egy előadást. 4 féle felfogás, 4 nagy iskola mérkőzik egymással, mintha ez lenne a mi legfontosabb dolgunk, és nem az, hogy hirdessük az evangéliumot, és hívogassunk embereket Jézushoz. Calvin olyan alázatosan írja több helyen, hogy ha valami homályban marad az igében, akkor azt Isten szándékosan hagyja homályban tartani, és ne ott akarjunk mi a nagy elménkkel világítani, hanem fogadjuk el. Ami viszont világos, azt mondjuk tovább világosan, és éljünk a szerint. Ez egy kicsit homályos a Szentírásban, hogy ez mikor lesz. A harmadik viszont nagyon egyértelmű, hogy Krisztus második eljövetelekor lesz a feltámadás. Pál apostol itt is említ úgy óvatosan egy kis sorrendet. Az 1 Tesszalonika 4-ben olvassuk, hogy feltámadnak először, akik meghaltak a Krisztusban, azután mi, akik akkor még élünk, mert ő nagyon remélte, hogy még életében visszajön Jézus, egy szempillantás alatt átváltozunk, és aztán majd feltámadnak az összes többiek is. Hát én azt hiszem, hogy a sorrend itt is mellékes, az viszont nem mellékes, hogy a mi Urunk magához veszi azokat, akik hitben haltak meg. Mert a Biblia nem általában a halottakra mondja, hogy boldogok, hanem azt mondja, hogy boldogok azok a halottak, akik az Úrban haltak meg. A feltámadáskor ezek dicsőséges testet kapnak, hogy a többiekkel mi lesz, arra nézve nem szól az ige. A dicsőséges testről is csak annyit tudunk, amit az 1 Korintus 15-ben Pál próbál megfogalmazni, keresgéli a szavakat, és ilyen furcsa, ellentmondásos szópárokat talál, hogy lelki test. Vagy lélek valami, vagy valaki, vagy test. De lehet érzékelni, hogy ő sem tudja leírni azt a titkot, amit kijelentett neki Isten szent lelke. Lényeg az, hogy onnan kiderül, hogy testben fogunk feltámadni, lelki testben, dicsőséges testben, ez a 2 megjelölés van, hogy az milyen lesz, senki sem tudja. Majd akkor meglátjuk. De azt kiderül az igéből,
hogy a személyazonosságunk megmaradt, tehát a személyiségünk túléli a meghalásunkat. A hústestünk porrá lesz, mert porból vétetett, de a személyiségünk tovább él, és Krisztus visszajövetelekor dicsőséges testet kap. Az Úrhoz leszünk hasonlóak. Ebből gondolják meg még néhány bibliai adatból a biblia magyarázók, hogy Jézus is ilyen dicsőséges testben lehetett a feltámadása után. Mert ugye elsőre senki sem ismerte föl. De utána mindenki fölismerte, aki korábban ismerte. Elsőre Mária sem ismert rá, a tanítványok sem. Sőt, még ilyen ostoba gondolataik is támadnak a Lukács 24 szerint, hogy szellemet látnak, és akkor mondja Jézus, hogy gyertek már ide, fogjatok meg, hát a szellemet nem lehet megfogni. Sőt, azért, hogy higgyenek, még eszik is ott előttük, de kiderül, hogy ennek a testnek már nincs szüksége táplálékra, tud enni, ha mások érdekébe szükséges, de nem kell neki enni. Be van zárva ajtó, ablak, és egyszer csak megjelenik ott közöttük. Hol jött be? Ennek a testnek már nem kell hol, ahol bejöjjön. De érdekes. De mégis van valami kiterjesztése, rá lehet ismerni. Tényleg megfoghatatlan, úgyhogy sok meglepetés él majd minket az Úr második eljövetelekor. Ez is olyan lesz, hogy milyen testet kapunk. De az biztos, hogy nem fog fájni, és nem lesz vele bajunk, mint ezzel a mostanival. Sok baj van. Egyébként itt használja az 1 Korintus 15-ben ennek a magyarázatánál Pál apostol azt a zseniális képet. Azt mondja, hogy biztos megkérdezitek, hogy milyen testben jövünk ki, meg hogy lesz az, hogy elpusztul, elvettetik, és mégis föltámad egy más milyen. És itt mondja a búzamagnak a hasonlatát, ami szenzációs kép. Azt mondja, hogy itt ez a kis barna, két végén hegyes, kemény valami, ez mi? Ez egy szembúza. Na most ezt elvetik, ott van a sötétben, egy ideig úgy tűnik, hogy vége mindennek, nincs sehol. De egyszer csak, ahova elvetették, onnan kibújik egy hosszú zöld izé. És azt mondjuk, hogy az is búza. Hogy a kiskemény is búza, meg a hosszú zöld fűszál is búza. Igen, sőt, ugyanaz a búza. Na hát, tehát más létformában, onnan a sötétből egyszer csak kitör a világossága, és más létformában létezik tovább. Így lesz a halottak feltámadása, mondja Pál apostol. Elvettetik nyomorúságban ez a 70 kiló, és feltámasztatik dicsőségben, majd meglátjuk, hogy ez milyen lesz. És a negyedik, amiről szól az ige, az utolsó eseményekkel kapcsolatban, az utolsó ítélet. Hogy Jézus beül az ő bírói székébe, kihirdeti, ezt már tegnap láttuk, hogy nem ott dől el az örök sorsunk, hanem kihirdeti, hogy kinek mi lett az örök sorsa. A Róma 2-ben Pál apostol ír arról, hogy a pogányok a természet törvényei alapján, a zsidók az ószövetségi kijelentés alapján, a Krisztusban hívők az evangélium alapján ítéltetnek meg. Nem ott dől el az üdvösség és kárhozat kérdése, ott csak nyilvánvalóvá lesz. És még valami nyilvánvalóvá lesz, lesz egy olyan házi, családi ítélet is a hívőknek, és a 2 Korintus 5-10-et akkor értjük helyesen, ha tudjuk, hogy ott erről van szó, ott nem az utolsó ítéletről van szó. Így hangzik ez a vers, hogy mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy ki-ki megjutalmaztassék, aszerint, amit a testben cselekedett, jót vagy gonoszt. És ott előtte kiderül, hogy itt a hívőkhöz beszél. Az üdvösség és kárhozat kérdése az ő számukra már Isten kegyelméből eldőlt. Ők üdvösséget kaptak. De mint üdvösséget kapottak, kapnak még valami jutalmat is. Erről sem tudjuk, hogy az mi lesz, azt tudjuk, hogy különböző lesz. Mert azért, ahogy ezt nekem egy konfirmandus kisfiú magyarázta egyszer, azért már ne tessék azt mondani, hogy nincsen különbség Pál apostol, meg a között a Lator között, aki az utolsó pillanatban csúszott be a mennybe. Hát van különbség, úgy látszik, az üdvösség szempontjából nincs különbség.
Gondoljunk a tegnap előtti tanultakra, a megigazítatás szempontjából nincs különbség kettőjük között. De a jutalom szempontjából lesz különbség, azt olvassuk, és az a jó, ha ezt is a mi Úrunkra bízzuk egészen, hogy ki mit kap, lényeg az, hogy ne hitványságokkal töltsük a testben hátra levő időt, hanem legyünk az ő engedelmes szolgái. És akkor történik az, amiről Péter apostola már többször emlegetett fejezetben, a 2 Péter 3-ban ír, és ezt elolvasom, 2 Péter 3. Hát az egészet nem csak a 8. verstől. Azaz egy azonban ne legyen rejtve előttetek, szeretteim, hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint ezer esztendő, és ezer esztendő annyi, mint egy nap. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesztenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. De el fog jönni az Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj, amikor az egek recsegve, ropogva elmúlnak, és figyeljük, milyen modernül fogalmaz, ami most jön, az elemek égve felbomlanak, a föld és a rajta levő alkotások is megégnek. Mivel pedig mindezek így felbomlanak, milyen szentülés kegyesen kell nektek élnetek, akik várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét, amikor majd az egek lángolva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak. De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakik. Tehát elkövetkezik az, hogy tűz pusztítja el a teremtett világot. Isten az özönvíz után megígérte, hogy vízzel többé nem pusztítja el, de itt az utolsó ítéletben, miután mindent elvégzett az ítélő Krisztus, tűz emészti meg ezt a világot. Ugye ilyenkor ezt olvasva sokan mondják, hogy nagyon hasonlít ez egy atomrobbantáshoz, nem tudjuk, hogy mi lesz, hogy lesz. Azt tudjuk, hogy minden elmúlik, ami most itt van. De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint. Szól tehát Jézus a nagy nyomorúságról, az ezer éves uralomról, a halottak feltámadásáról és az utolsó ítéletről. És itt szeretnék egy kicsit megállni, és az utoljára olvasott mondatra visszatérni, azért is, mert ez az utolsó együttlétünk így a sorozat egyik része körül, meg azért is, mert az úrasztalához készülünk, meg hazafelé készülünk, meg az eddiginél minőségibb keresztjén életre készülünk. Ez nagyon sokat jelentő mondat itt, miután Péter hosszan-hosszan leírja már előtte is, hogy ki mit mond, és az Úr mit mondott az ő második eljövetelére, és hogy bekövetkezik ez a katasztrófa, hogy minden megég és elpusztul, és akkor olyan kedves lelki gondozói bölcsességgel mondja, hogy mivel mindezek bekövetkeznek, milyen szentülés kegyesen kell nektek élnetek, akik várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét. Aztán a folytatásban még visszatér erre a 14. versben, ezért tehát, szeretteim, mivel ezeket várjátok, igyekezzetek, hogy ő tisztának és fedhetetlennek találjon benneteket békességben. Ezt a két szót szeretném most különösen hangsúlyozni, hogy milyen szentül és kegyesen kell nektek élnetek. Mindannyian tudjuk, hogy a szent azt jelenti, hogy Isten számára elkülönített. A szent edényeket nem volt szabad másra használni, csak az áldozatok bemutatásánál. A megszentelt életű hívő az Isten számára van elkülönítve. Tehát nem adom oda magamat a világnak, nem kérem vissza magamat átmenetileg se a magam számára,
Nem mondok ilyen butaságokat, hogy ennyit én is megengedhetek magamnak, megengedhetek többet is, de akkor már nem vagyok szent, mert csak az én tulajdonosom engedhet meg nekem bármit. És ő megenged nekem nagyon sok mindent. Az Isten fiainak a szabadságát élvezhetem, de csak az ő kezében leszek igazán szabad. Jó lenne ezt nagyon komolyan vennünk, hogy a nyelvünk, a tekintetünk, minden polcikánk, minden fajintunk, minden lehetőség, a fizikai erőnk, minden, teljesen és kizárólag, ami Urunk rendelkezésére álljon, és ne használhassa idegen, és ne vegyük ki olykor a kezéből, egy kicsit, mintha szabadsággal mennénk, mint tanítványok, hogy most én élem a magam világát. Régen rossz, ha a magam világát akarom élni, onnan szabadított ki az én Uram. De hogy akarom én élni semmit, ami a magamé, ami az övé. Mi az ő terve velem, ő hova akar küldeni, ő mit bíz rám. Ez legyen a mi legfőbb és tudatos törekvésünk. Ez nem azt jelenti, ahogy mondani szokták, hogy görcsöl a hívő ember, nem görcsölés ez. Hát ez olyan, mint egy igazán harmonikus, szeretetteljes házasság. Hát ott nem görcsölünk, hogy egymás kedvébe járjunk, nem is akarunk mást, mint hogy a másiknak örömöt szerezni, amiben lehet neki segíteni, éli kiki szabadon a maga életét, de ennek a szeretetnek a jegyében, és nem akar ebből kitörni, mert az senkinek se jó. Ezt jelenti a szent. És a kegyes szó, amit Károli úgy fordít majdnem mindig, hogy istenfélő, annak a jelentését meg akkor értettem meg, amikor kaptam valakitől ajándékba egy olyan görög bibliát, ami nem a görög szavak bibliai jelentését, hanem a profán, hétköznapi életben használt jelentését tartalmazza. És megnéztem elsőnek ezt, hogy mit jelent az Eusebeia, az Isten félő, a kegyes. Azt mondja, valakit előre engedni és követni. Én nagyon tiszteltem a szüleimet, főleg édesapámat, és egyből egy ilyen kép jelent meg előttem, hogy édesapámmal együtt odaérkezünk egy keskeny ajtóhoz. Biztos, hogy nem én megyek be először, hanem őt engedem előre, és mivel sokszor volt olyan vállalkozás, hogy ő tudta, hogy mit csinálunk, én csak segédmunkásnak mentem, ő tudta, hogy hova megyünk, meddig megyünk, hol állunk meg, én meg követem őt, mert bízom benne. Kegyes életet élni azt jelenti, hogy mindig az én Uramat engedem előre, de követem őt, akárhova megy. Az én drága elődömmel, Jó Sándorral beszélgetve egyszer még diákkoromban, ő mondta, hogy ő hogy fél egy-egy családlátogatásnál. És azt mondja, mielőtt megnyomom a csöngőt, mindig azt mondom, hogy Úr Jézus, parancsolj előre fáradni. Nos, ha ez nem üres formaság valakinél, hanem a szívnek a magatartása, ha ez nem csak egy alkalmi gesztus, hanem életstílus, amiről majd itt délután hallunk, akkor azt hívják kereszténységnek. Parancsolj előre fáradni, és én csak utánad, nélküled sehova, és nem én akarlak az én utaimra segítségül hívni, hanem ahhoz kérem a segítségedet mindig, hogy a te nyomdokaidba léphessek, és sehova máshova. Ez a kegyes, az Isten félő élet, az Isten tisztelő élet. Szentül és kegyesen éljetek, mivel várjuk vissza a mi dicsőséges Urunkat. Egy-két dologról még szeretnék beszélni, de ha az utolsó mondatot is letetszettek írni, akkor pihenésképpen énekeljünk egy éneket. Még egy-két dolgot szeretnék megemlíteni, főleg azért, mert a reggeli közbeni asztali beszélgetésnél ezek előjöttek. Az egyik az, hogy a református bibliaolvasó kalauz szerint a Lukács evangéliumából ma a hamis sáfár példázata következett. Ez az egyik legnehezebben magyarázható jézusi példázat, amit úgy gondolom csak akkor érthetünk meg helyesen, ha nem felejtjük el, hogy ez példázat. És a példázat, mint irodalmi műfaj, mindig egy igazságot akart szemléltetni, egy színes kerek történet keretében. De a színes kerek történetnek a részletei nem fontosak.
Mindig azt kell megkeresni, hogy mit akar szemléltetni ezzel a példázattal. A többi csak azért mondta el, hogy egy történet legyen, és ne egy elvi fejtegetés. Most ennek a közepe nyilvánvalóan az, amire Jézus azt mondja, hogy ebben példa a sáfár, nem azt mondja, hogy abban példa, hogy nyugtát hamisított. Azt mondja, hogy a maguk nemében vegyetek példát ezektől, abban példa, hogy mikor meghallja, hogy nagy baj lesz, kiúgják, bocsánat, a sáfárságból, akkor azonnal és mindent elkövet azért, hogy bebiztosítsa a jövőjét. Mivel ő gonosz ember, gonosz módon, de azonnal és mindent elkövet. És Jézus erre akar biztatni, hogy mivel tudjátok, hogy mi vár rátok, például az ő második eljövetele, azonnal és mindazt tegyétek meg, amit megtehettek. Ne tétovázzatok, hogy majd nyugdíjas koromban ráérek megtélni, meg efélék, ha most hallod, most. Ez a közepe. És az, hogy ő ott meghamisította a nyugtát, meg a végén ez a nehezen érthető mondat, hogy keresetek barátokat a hamis mammonból, ne ezen akadjunk el, mert nem erről szól. Arról szól, hogy ha rádöbbentél, hogy baj van, bűnös vagy, kárhozat vár rád, akkor most azonnal fogadd el Isten kegyelmét. Most a részletekbe hadd ne menjünk bele, mert nincs idő. A mai ima témáink között nevek is szerepeltek. Ez ritkán van, de nagyon jó, hogy ott volt ez a három név, Csépe Andrea, Sipos Gyöngyike és Keszi Krisztina neve. Én hármójuk közül Csépe Andrea munkáját ismerem egészen részletesen, nem csak azért, mert a mi gyülekezetünkből indult el és állandó kapcsolatot tartunk, hanem azért is, mert közben egyszer már hazaengedték szabadságra, ők 4 évente mehetnek szabadságra, a misszionáriusok általában, és részletesen beszámolt, de hát szinte napra készen ismerjük az ő élete eseményeit. Jó az, hogyha imádságban hordozzuk mind a hármukat, pláne Gyöngyikéjéknél egymás után jönnek a gyermekek is, és amiatt is gondolnunk kell rájuk. Andreáról csak annyit, hogy ez egy egészen különleges munka, amit az úgynevezett Wycliffe Biblia fordítók végeznek. Ez azt jelenti, hogy olyan népek nyelvére is le akarják fordítani a Bibliát, amely népeknek a nyelve még nincs is leírva. Tehát beszélnek egy nyelvet, de nem lehet leírni, mert nincs szótára, nincs nyelvtana, sőt, még az sem dőlt el, mivel nem volt rá szükség, hogy milyen betűket használjanak. Na most itt az első lépés az, hogy meg kell tanulni egy ilyen népnek a nyelvét. Oda megy valaki, és fülhallás után, persze az egyik így ejti ki azt a szót, a másik kicsit másként, azt is el kell dönteni, hogy melyik a legáltalánosabb kiejtés a többi közül. Ugye nálunk is vannak nyelvjárások. Tehát meg kell tanulnia azt a nyelvet. Közben már készítgeti magában a szótárt, hogy ez a ez azt jelenti, hogy kenyér. De a másik másként mondta a kenyeret. Ja, két szavuk is van rá. Akkor mi a különbség? Akkor le kell írni a nyelvtant, hogy ragozzák az igéket, a főneveket, mik a sajátosságaik, stb. Ha ez megvan, akkor hozzáláthatnak a Biblia lefordításához. Persze az külön nehéz, mert elvont fogalmak az ilyen nyelvekben legtöbbször nincsenek. Tehát kegyelem, irgalom, jóság, stb. Erre nincs szó. De ez már a bibliafordítók dolga. Na most, ha megvan a Biblia, hiába van meg, mert nem tudnak a saját nyelvükön olvasni, csak beszélni. Meg kell őket tanítani a saját nyelvükön, miután eldöntötték, hogy a környező nyelvek valamelyikéből kölcsönzik a betűket, azzal a betűvel leírják azt a szót, amit valószínűleg úgy kell kiejteni, ahogy ő a fülével ott évekig köztük hallotta. Persze nagyon sokszorosan kontrollálják, ellenőrzik ezt, itt nem felületes munka folyik, de meg kell őket tanítani a nyelvükön olvasni, hogy el tudják olvasni majd a Bibliát a saját nyelvükön. Na ezt csinálja az Andrea. Ez a nyelv valamennyire már le van írva, de ők döntötték el most 2 éve, hogy milyen betűkkel írják le, ez már eldőlt. És most bocsánat a kifejezésért, de ez a helyzet, megpróbál keresni olyan néhány értelmes embert, aki képes és kész lesz arra, hogy megtanulja, mert abszolút fölöslegesnek tartják. Addig is megvoltak anélkül, hogy ott ákon-bákomokat rajzolgassanak a papírra. Hát kinek kell ez? Megy itt az élet enélkül is.
Most meg kell tanulni, hogy jobb lesz az élet, ha tudunk írni is, olvasni is a magunk nyelvén. Meg kell szerettetned velük a saját nyelvüket, hogy aztán tudják olvasni majd a Bibliát. Hát ez rendkívül sok türelmet igénylő munka, és ráadásul egy olyan országban kell dolgoznia, a Wycliffe Biblia Társulat kéri, hogy a misszionáriusok ne mondják meg, hogy hol dolgoznak, egy olyan országban, ahol állandó forrongás van, és ez a nép, a népnek, amely nyelvét tanítja Andrea, azt szabad tudnunk, ők a magarok, tehát Y nélkül, nem magyar, hanem magar. Ők a magarok, és szétszórva élnek több országban is. Úgyhogy amikor egy-egy magar falut végre fölfedez, ahol a helyszínen tanulhatja nyelvet, és oda elmegy, és mire hazamegy a kis kunyhójába, amiben lakik, akkor többször előfordult, hogy ott idegen katonákat talált, akik bárhova bemennek, mert ők akarják uralni ott a fél országot, és ha valaki nincs otthon napokig, nem használja a lakását, akkor ők használják. És ezt tudomásul kell venni, akkor valahol meghúzza magát, vagy ha rendesek, akkor kivonulnak és visszaengedik őt. Egyébként reggel arra ébredt, hogy csótányok szaladgálnak a takaróján, a patkány az mindennapos vendég, és így tovább nem részletezem. Ha véletlenül nem forralja föl kellőképpen a vizet, akkor jön a megállíthatatlan hasmenés, orvos látóhatáron belül nincs, és így tovább. És évek óta aki nem ismeri őt, annak mondom, egy törékeny, vékony, elég sokféle betegséggel küszködő, középkorú hölgy elment. Én nagyon tisztelem a szüleit is, hogy elengedték az Úrra bízva őt, és valami hihetetlen, erős, egyértelmű küldetéstudattal indult el. Az elindulás előtt néhány nappal a gyülekezetben elmondta, hogy hogy jutott erre az elhatározásra, és még azok is, akik óvták volna, hogy na de Andrea, hát olyan messzire, meg nem tudom, milyen naív, kedves óvások voltak, azok is elhallgattak, hogy ha ezt Isten így el tudja végezni valakiben, akkor a mi dolgunk csak az imádkozás, és engedni őt oda. Most már ott tartanak, hogy megvan a nyelv, tanít néhány embert, és közben buzgón fordítják a Bibliát, egy-egy új szövetségi könyvet erre a nyelvre. Mások, az nem az ő dolga. Na ennyit ő róla, nagyon nehéz körülmények között szolgál ő is, meg a többiek is.